Jó estét kívánok! Önök az esti közelképet a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Ismét rekordokat döntött a Campus Fesztivál. Egy teltházas nappal és a 4 nap alatt összesen mintegy 118 ezer látogatóval zárt a jubileumi rendezvény. Ezzel hazánk legnagyobb magyar közönséget célzó fesztiváljává nőtte ki magát. Vasárnap délután már megkezdődött a program helyszínek bontása és a takarítás, közel 500-an dolgoznak a terület helyreállításán. Vendégem a témában Miklós Völgyi Péter, ügyvezető a Debreceni Campus Kft-től. Jó estét kívánok, köszöntelek nálunk. Jó estét kívánok. No, hát megint lehet büszkének lenni. Minden évben gyakorlatilag így vezetjük fel ezt a beszélgetést, hogy rekordot dönt a Campus Fesztivál. Mennyire vagytok ezzel elégedettek ezzel a számmal, illetve összességében azzal, ahogy sikerült az idei? Én mindenek előtt szeretném megköszönni a városnak és a város lakóinak a türelmét, akik nem voltak a Campus Fesztiválon, mert egyébként lássuk be, ez a fesztivál, ez jár bizonyos olyan körülményekkel, amik nem mindenki számára pozitívak. Sosem tagadjuk egyébként le, hogy lehet hallani a fesztivált a város több részéről. Itt egyébként az aljatárérték megállapításkor egy magasabb határértéket kapunk, mint az átlag hétköznapokon, erre törvény adta lehetőség van. Valamint lezárásra kerülnek olyan utak, amiket egyébként mások üzemszerűen használnak, valamint nyilván a megnövekedett gyalogos forgalom, esetleg jókedvű fiatalok hajnali dalai nem mindenkit boldogítanak. Ezektől a debreceni lakótársainktól én ezután szeretnék elnézést kérni, hogyha őket ez zavarta, és egyben meg szeretném köszönni a türelmüket. Ez korrekt, ugye ezt a 4 napot ki kellett bírni megint, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor nekik. De tényleg beszéljünk a pozitívumokról. Ez a szám úgy előzetesen mennyire volt nektek, hogy képben, hogy meg lehet megint a rekord? Vagy ilyenkor cél az, hogy rekord legyen? Vagy inkább a színvonal a cél, hogy akkor tényleg mindenki elégedetten távozott? Abszolút nem volt cél ebben az évben sem, hogy rekordot döntsünk. Mi azt mondtuk, hogy ez a fesztivál terület, ez valahol 110, 120, 130 ezer látogató körül van csúcson. A tavalyi évhez képest nyitottunk még ismét tereket, ezért mertünk beengedni például pénteken a tavalyi 34 ezer jogosulttal szembe 35 ezernél is többet, és így lett látogató csúcsunk és sold outunk. De azt gondolom, hogy mindezek mellett elégedettek lehetünk a létszámmal, és egy nagyon pozitív érzéssel tölt el minket, hogy látjuk az összes magyar fesztivált, szinte mindenki 20-30%-ot csökkent 2023-ban, és hogy mi ebben a közegben tudtunk előre menni, ez szerintem egy nagyon nagy dolog. Nyilván, ami publikus annyit mondja, légy szíves, hogy ilyenkor ez egy rentábilissá válik ez a rendezvény, hogyha 118 ezer látogató van, mert azért rengeteg költséggel is áll, nyilván rengeteg fellépő, rengeteg szervező, még most a takarítás is, ugye, tehát van annak kiadási oldala is bőven. Hát, hogyha létszám rekordokkal nem tudnánk eredményt termelni, akkor az minket minősítene. Tehát igen. Röviden a válasz, igen. Ugye a péntek volt a legnépszerűbb, nyilván a tankcsapda az valószínűleg közrejátszott ebben, vagy éppen Azaria, aki most ugye a napjaink nagy sztárjává vált. Mi alapján alapítjátok meg, hogy melyik nap kilépjen? Próbáljátok úgy elosztani, hogy minden napra jusson azért közönségcsalogató, és mennyire nehéz olyat találni 4 napon keresztül, aki bevonza ezt a sok embert? Ez egy örök mérlegelés, nagyon-nagyon nehéz egyébként ezt pontosan belülni, hogy mikor kit, melyik műsorsávra hívunk. Nyilván itt számít a zenekarnak az ára, a pillanatnyi pozíciója, az, hogy mennyi vendéget tud becsalogatni a debreceni koncertjeire évközben, mennyi vendéget tud becsalogatni a pécsi koncertjeire, Budapest Parkban mennyi idő alatt adja el a belépőjét. Egy csomó-csomó olyan dolog alapján döntünk, amely adatok birtokában a programszervező kollégáink elkezdik kisakkozni azt, hogy akkor kit, mikor, melyik színpadra állítsunk, ami egyébként nagyon nehéz, főleg ebben az évben, amikor hál' Istennek nagyon sok feltörekvő új zenekar van, és az eddigi nagy színpadról kirobbantatlan neveket komolyan kihívják az újak. Látjuk Azariát egyébként, akit amikor feltettünk a nagy színpadra ebben az évben először 3-4 hétre, akkor még nem volt olyan szintű a népszerűsége, amikor egy fél éve beírtuk, vagy talán már több mint egy fél éve erre a pozícióra. Ez egy kicsit hazárdjáték volt ilyen szempontból? Ő akkor még elfogadta ezt a 3-4 hetes időpontot, de abban egészen biztos vagyok, hogy őre már nem fogja. Tehát gyakorlatilag megint egy eddig kirobbantatlannak tűnő nevet el kell vegyünk majd a magyar top zenekarok közül a főműsorból, és egyébként azt sem bitok, hogy jövőre mindenképpen szeretnénk, hogyha itt lenne Ruzsa Magdi, akit ebben az évben egy kicsit
Hát, hogy fogalmazzak, elkönnyelműsködtünk, egyáltalán nem ez megbántva, hanem inkább önkritikusan mondom, addig meddig gondolkodtunk ezen, amiről most az imént beszéltem, hogy Magdi most a gyerekek miatt egy héten egy bulit vállal, és szerintem úgy érezte, hogy talán méltatlan egy kicsikét az, hogy nem fixáljuk az ő helyét a fesztiválon, és azt mondta, hogy hát ne haragudjunk, de volt egy másik szintén fontos felkérés, és elfogadta azt. És mi ezt egyébként tisztelben is tartottuk, de hiányzott Rúzsa Magdi a Campus Fesztiválról. Ugye én gondolom, azt sem könnyíti meg a helyzetet, hogy rögtön már most elkezdettek tervezni ugye a jövő évi eseményt, és mennyire lehet azt tudni vajon, hogy jövőre az az adott zenekar vagy előadó vajon ugyanolyan népszerű lesz-e, mint most. Nem tudom, az Azariát is ugye amilyen hirtelen feljött, ki tudja, hogy mi lesz vele jövőre, de nyilván nem akarom őt kipécézni, hogy általánosságban ezt hogy lehet mérlegelni, hogy mégis jó legyen. Nagyon nehéz. Van olyan magyar zenekar egyébként, aki egy fél év alatt visszazuhant a negyedére a látogatottsága. Azért nem akarok neveket mondani, mert ezek a mi tapasztalataink Debrecenben a klubbarátok, és nem biztos, hogy ez méltó lenne, hogyha ezt most név szerint mondanám, mert lehet, hogy más városban nem így van. Lényeg, hogy hát ez egy örök mérlegelés. Gondolom, hogy vannak fix pontok, amiben lehet bízni, a többit meg... Vannak fix pontok, én azt gondolom például, hogy a Tankcsaba Debrecenben például elég fix pont. Én azt gondolom, hogy ők olyan ikonjai Debrecennek, hogyha a Rocsbát sem töltenék meg, akkor is lehet, hogy helyük lenne a nagy színpadon. De egyébként ilyen veszély nem fenyeget, hál' Istennek, a rock and roll örök, és azt hiszem, hogy a zenekar is örök ki, ott tud marad a nagy színpadon. Ugye most már azért tényleg évek óta feszegeti a határokat a Campus Fesztivál több szempontból is, ugye egyrészt helykínálat, másrészt pedig a fellépők szempontjából. Ez mindig egy örök kérdés, én azt gondolom egy fesztivál látogatónál, hogy hol van az a határ, amit még egy campus elbír fellépőt illetően. Nem tudom, megfizethetőség, vagy mi alapján, tényleg mi alapján dől el az, hogy ki az, aki fel tud lépni egy Campus Fesztiválon, és ki az, aki nem? Nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sokszor jönnek az, hogy miért nincs Coldplay, miért nincs Metallica, miért nincs Guns N' Roses. Én azt szoktam erre mondani, hogy ezek a zenekarok egy stadion show-n ilyen 3-4 milliárd forint jegyevételt hoznak a szervezőnek, helyesebben a zenekarnak, mert ezeket egyébként a Live Nation-ön, zömmel a Live Nation-ön keresztül egy ilyen speciális rendszerben ezek a zenekarok gyakorlatilag saját maguk csinálják a saját bevételüket, és egy ügynökség segíti őket a produkcióban. Tehát mi sajnos, hogyha egyszer a nagy erdélyes tanuljon valami Campus Fesztivál nagy színpad, sem tudnánk Coldplay-t hozni, mert egészen egyszerűen mondjuk 150 ezer forintért, vagy inkább 200 ezer forintért kéne adni egy belépőt, hogy a zenekar igent mondjon. Tehát ezek sajnos nem realitások. Viszont tudunk hozni nagyon sok olyan zenekart, akik egyébként valóban színvonalasak, sztárok, és Magyarországon relevánsak, és igényesek. Mi ezen vagyunk, nem egyszerű egyébként, mert a világpiac nagyon-nagyon nagy verseny támaszt, de azt hiszem, hogy a idei évben is, akár Zazról, hogyha beszélek, akár a Paropszeráról, akár Robin Schulzról, minden évben sikerül hoznunk olyan sztárokat, akik bár nem biztos, hogy képesek egy budapesti Puskás stadiont megtölteni, de attól függetlenül valóban releváns és fontos szereplői ennek a szektornak. Helykínálat, ugye ez megint visszatérő kérdés, hogy lassan kinövi a fesztivál, talán mondhatjuk ezt a közeget. Van-e alternatíva, vagy kell-e gondolkodni abban, hogy esetleg helyszínt változtat a campus? Hát alternatíva van, nyilván egy alternatívánk van a jövőben, a távolabbi jövőben, amiről azért nem szeretek egyébként most így beszélni, egy pár szót mondok róla, mert ez még nagyon a távoli jövő, ez pedig az, hogy a Nagy Erdély stadionban esetlegesen lehetne a jövőben fesztivált szervezni, de ehhez rengeteg mindent rendbe kéne még tenni addig. Egyfelől hinni kéne a vásárlóerőbe, ami, ahogy mondtam, a fesztiválok esetében most nem mindig és nem mindenhol van meg. Tehát kéne hozzá egy gazdasági felívelő időszak. Egyfelől kellene hozzá egy egyetértés a város összes szereplője részéről, hogy ennek van realitása. Értem ez alatt a DVST-t, a DVST szurkolóit, a városnak a döntéshozóit, a kulturális életnek a szereplőit. Tehát ez egy olyan összetett kérdés, amit még árnyal az, hogy meg is kell tudnunk védeni mondjuk a gyepszőnyeget a stadionban, óriási biztonsági szolgált plusz költségekkel jár a stadionnak az üzemeltetése, annak a bérleti díja is teljesen más dimenzió. Úgyhogy azt hiszem, hogy van esetleg egy út, amerre lehetne menni, de ezen az úton még egyelőre szerintem nem járunk. Oké, mit lehet tudni a jövő évről? Ugye azt már tudjuk, hogy az időpont megvan, júli 17-től 21-ig, és már szervezitek gondolom a jövő évet is. Már el is kezdődtek konkrétan tárgyalások, akár fellépőkkel? Gondolatban mindenképpen, magyar fellépőkkel igen. Egyébként volt egy fellépő, aki
azért meg is küldte már ma az ajánlatát jövő évre, és azért a szemünk az úgy eléggé jójózott. Pontosan azért, mert nagyon sikeres, nem olyan bonyolult kitalálni, kiről van szerintem szó. De hát reméljük, hogy akkor ő már nemzetközi sztár lesz, mert ezek a, hogy mondjam, a menedzsmentjének az érzései. De igen, tehát szervezünk, tervezünk, és bízunk benne, hogy jövőre legalább egy ilyen színvonalú, talán egyébként még lehet, hogy még magasabb színvonalú fellépő csapatot, vagy fellépő válogatást sikerül összehoznunk, hiszen az a célunk, hogy ezt az érzést, amit a Campus Fesztivál ad, hogy igényes, hogy zöld, hogy szórakoztató, hogy barátságos, hogy ezt tovább tudjuk tartani, ehhez kellnek ezek a fellépők is. Nagyon fontos, hogy a belépő árakkal a földön maradjunk továbbra is, mert egyébként mind a belépő árak, mind a vendéglátási árak tekintetében az jött vissza egyébként mindenhonnan, hogy az lehet a sikerünk, mi azért nem csökkentünk, mert nálunk még mindig van 690 forintos tért sör, meg 890 forintért lángos, és ez nagyon nem mindegy. Így van. Jó munkát kívánok akkor a folytatásra. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm.